Sziasztok! A mai videóban egy különleges kalandra invitállak titeket, ugyanis meghívást kaptam a Magyar Honvédség pápai bázis repülőterére, hogy megcsodáljam többek között a hátam mögött látható Boeing C-17-es csapatszállító járművet. Tartsatok velem ebben a videóban is! Szóval, ahogy már említettem, a Magyar Honvédség pápai bázis repülőterére kaptam meghívást, ugyanis a különböző szolgálatoknak köszönhetően egy családi napot szerveznek dolgozóknak, munkatársaknak, illetve meghívták a sajtó képviselőit is. Ez utóbbi nyitott kaput nekem gyakorlatilag arra, hogy eljöjjek ide pápára, és megcsodáljam ezeket a gépeket, illetve ezt a közösséget is megismerjem egy kicsit. Az az igazság, elmondhatom, hogy ültem már jó néhány helikopterben, kis repülőben, nagy repülőben, de vadászgépben még egészen biztosan nem. Most, 2024-ben, 40 évesen eljött ez az idő is. We'll be right back.
A Boeing C-17 a Globemaster 3 egy nagyméretű, hosszú távú, négyhajtóműves katonai szállító repülőgép, amelyet az amerikai Boeing fejlesztett ki, és elsősorban a nehéz rakományok, katonai egységek és felszerelések szállítására használnak. A C-17-es képes nagy távolságokat megtenni, nehéz terheket hordozni, és rövid, rossz minőségű futópályákon is le- és felszállni, ami különösen alkalmassá teszi a hadműveleti szállításokra és humanitárius missziókra is. Ami a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén Pápán állomásozó 3 C-17A Globemaster 3-at illeti, egy nemzetközi program részei, amelyet 12 NATO tagállam, köztük Magyarország, valamint két további partnerország, Svédország és Finnország működtet. Az SCC program célja, hogy az érintett országok közösen használják a C-17-eseket különböző katonai és humanitárius műveletekben, beleértve például a csapatok és felszerelések szállítását, békefenntartó műveleteket, valamint humanitárius segítségnyújtást katasztrófák esetén. A gépeket a Heavy Airlift Wing nevű szervezet működteti és tartja karban, amelynek fő bázisa szintén a pápai repülőtér. Ez a repülőgép kiváló logisztikai képességekkel bír, és fontos szerepet játszik a résztvevő országok nemzetközi katonai műveleteiben és humanitárius küldetéseiben is. A C-17-es törzsének hossza 53 méter, a szárnyak fesztávolsága 51,75 méter. A T-alakú vízszintes vezérsík legmagasabb pontja 16,79 méter. A kialakítása miatt a Big Mac becenevet is viselő repülőgép 4 darab Pratt & Whitney gyártmányú F-117 PV-100-as típusú sugárhajtóművel emelkedik a magasba. A 265 tonna maximális felszálló tömegű repülőgép üzemanyagtartályaiba 138 tonna kerozin fér, de ettől függetlenül a levegőben is utántölthető, így a hatótávolság szinte korlátlan.
A megbízható és gazdaságos hajtóműveknek köszönhetően 8500 méteres utazómagasságon repül a C-17-es, ugyanakkor 13000 méterig is fel tud emelkedni.
Ami a gép teherszállító képességeit illeti, az akár 77,5 tonna teher egy 26,8 méter hosszú és 5,4 méter széles, 3,76 méter magas raktérben helyezhető el. Azt hiszem, ez tényleg olyan, mintha egy amerikai filmben lennél. Nagyon feelinges. Kiválóan szórakoztam ma, remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó. Ez volt egyébként közel 20 éves pályafutásom mindössze második katonai rendezvénye, és hát természetesen a fő attrakció a Boeing C-17-es Globemaster 3 volt, amelynek igyekeztem megmutatni a felszállását és a leszállását is. Hogyha érdekelnek hasonló videók, tartsatok velem, a jövőben is iratkozzatok fel, megtaláltok YouTube-on, TikTokon, Facebookon és Instagramon is. Sziasztok!